Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy miért nem fog sohasem elterjedni a műhús. Szeretettel köszöntök mindenkit! A műhúsok és az egyéb állati eredetű ételeket helyettesítő növényi összetételű ételek, USA-ban van már műsajt is, azért nem fognak elterjedni, mert ahogy az emberek egyre gyakrabban próbálják ki őket, egyre több negatív hatást fognak tapasztalni, mivel ezek az ételek hemzsegnek az egészségkárosító vegyületektől. Olyan sok gyulladásnövelő anyag van ezekben a műkészítményekben, hogy az emberek többsége valószínűleg már az első fogyasztás alkalmával érezhet valamilyen negatív tünetet. Nézzük most meg néhány összetevőt a műhúsokban. Szójafehérje, ennek nagyjából 95%-a ugye GMO-s, tehát nagy esélye van benne glifozát maradvány, így pusztítja a bélflórát. A szójafehérje komoly terhelést ad a májra, növeli az ösztrogén szintet, és férfiaknál csökkenti a tesztoszteron. Következő az erősen feldolgozott borsófehérje. A szójából és a borsóból nagyüzemi körülmények között hexánnal nyerik ki a fehérjét, tehát minden bizonnyal van bennük hexán maradvány is, mert ugye nem lehet teljesen eltávolítani a hexánt a folyamat során. A hexán egy nagyon mérgező vegyület, többek között a benzinben is megtalálható. Burgonyafehérje, ezt ugye nem igazán tudjuk, hogy mi lehet, mert hát a burgonyában nem sok fehérje van. Mesterséges szőlőcukor, szintén nem sokat tudunk róla. Maltodextrin, jelentősebb mennyiségben van jelen ugye a műhúsokban. Magasabb a glikémiás indexe, mint a cukornak, tehát erősebb inzulin választ okoz, mint a cukor. Metilcellulóz, ez egy mesterségesen előállított anyag, amit azért tesznek bele, hogy a műhús állaga hasonlítson a valódi húséhoz, nem tudjuk, mit fog okozni például a bélflórának. A repceolaj, a természetes repce nagy része erősen vegyszerezett, illetve tele van gyulladásnövelő omega-6 zsírsavakkal. És még egy érdekes összetevő a végére, a szója leghemoglobin, ez egy mesterségesen laborban szójából létrehozott fehérje, ami húshoz hasonló ízt ad a műhúsnak. Erről a vegyületről szintén nem sokat tudunk. Aki elkezdi a műhúsokat tenni, lényegében egy nagy kísérletben vesz részt, tehát ha azt nézzük, hogy mi fenntartható és mi nem, a műhús nem fenntartható az egészségünk szempontjából, az szinte bizonyos. Ugye a műhús megjelenésének a hátterében az a ideológia áll, hogy a marhák tönkreteszik a bolygónkat. Természetesen a nagyüzemi körülmények között tenyésztett marhákkal nagyon sok gond lehet, és bizonyára lenne mit tenni ezen a téren, azonban a természete szerint tartott marha, ami kint legel a mezőn, kulcsfontosságú az egész földi bioszféra szempontjából. Aki magát a marhát és a marha fogyasztást akarja betiltani, az lényegében az embert és a földi életet akarja véglegesen felszámolni. Csak hogy gondoljunk bele picit, hogy a természet hogyan is alakította ki eredendően az egyensúlyt az állatok, a növények és az ember között. Itt a Kárpát-medencében 1500 évvel ezelőtt, vagy mondjuk az amerikai kontinensen, mielőtt az európaiak ugye oda mentek, a természet, a környezet tele volt vadon élő állatokkal, bivajokkal, vaddisznókkal, szarvasokkal, amelyek évezredek óta trágyázták a talajt, ezzel biztosítva az életet a talajnak és ugye a növényeknek. A talaj, a talajban lévő baktériumok, a növények és az állatok teljes szimbiózisban vannak egymással, azaz, ha bármelyiket eltávolítjuk, megszakad a lánc, és az végeredményben hát komoly hatással lesz a mi egészségi állapotunkra is. A tehenek ugye megeszik a növényeket, a trágyájukon keresztül nitrogént, ásványokat, nyomelemeket és rengeteg baktériumot szórnak a talajra, velük téve termővé a talajt. Egyébként a talaj csak sima terméketlen föld, amiben semmi sem terem meg. Az állatok ürülékében a legfontosabb összetevő, tehát a baktérium. Csak a baktériumok képesek a szervetlen ásványt, ami a földben és a kövekben van, átalakítani, hasznosítani és átadni a növényeknek. Tehát ha nincs baktérium a talajban, a növény üres lesz, ez az az állapot, amikor nagyon szépen néz ki a paprika, a paradicsom, de semmi íze nincs. Ez úgy történik, hogy a baktériumot a növény a gyökere magába szívja, kap a növénytől szénhidrátot, tehát táplálékot, energiát, cserébe pedig a növénynek ugye, átadja az ásványokat és a nyomelemeket, majd ugye ebből a növény vitaminokat és antioxidánsokat, polifenol vegyületeket hoz létre. Tehát a növények csak az állatok trágyáján keresztül lehetnek igazán táplálóak,
és egészségesek. Egyébként csak szépen néznek ki. Ha kivesszük az állatot a körforgásból, lényegében nagyobb kárt okozunk a természetben azzal, hogy ugye műtrágyával és vegyszerekkel tudjuk csak a növényeket termeszteni. Tehát a kedves szelíd vegán barátaink csak úgy ehetnek igazán valamire való tápláló növényi alapú ételt, ha mi húsevők minél több húst eszünk. Tehát földanyának, húsevőkre és növényevőkre is szüksége van. Ha valami miatt a jövőben az ember mégis elhagyná a húsevést, akkor előbb-utóbb a vegánoknak is le kellene majd mondani a növényekről, és marad a teljesen műétel, ami már konkrétan műanyagból van, műanyagból készül. Következőnek ajánlom megtekinteni azokat a videókat, amelyeket a húsról és más tápláló ételekről készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!